Magyarország a világ cigarettafogyasztóinak élvonalába tartozik, mind az évi egy főre jutó 2200 szál fogyasztást, mind a dohányosok magas arányát tekintve. A dohányosok hazánkban napi átlag egy doboz elszívásáról számolnak be. A világ élvonalába tartozunk a daganatos betegségek okozta halálozás területén is, mely összefüggésbe hozható a dohányosok magas arányával. A dohányzás okozta megbetegedésekről és a nem dohányzókat segítő rendelkezésekről tartottak sajtótájékoztatót a megyei kormányhivatalban. Azt gondolom, hogy ebben a tekintetben szükség van a szigorúságra, hiszen elsősorban a kiskorúak érdekét kell védeni, kiskorúak dohánytermékekhez való jutását kell megakadályozni. Amit még nagyon fontosnak tartok, hogy a közterületi dohányzást is próbáljuk meg visszaszorítani. Ahogy kiemeltem az imént a sajtótájékoztatón, én elsősorban a prevencióban, a megelőzésben hiszek, azokban a felvilágosító programokban, azokban az iskolai oktatáshoz köthető rendezvényekben, amik megismertetik a dohányzás negatív hatásaival a gyermekeket, és később felnőttként nem válnak dohányfogyasztóvá, dohánytermékek vásárlóivá a gyermekek. Ha már rászokott valaki a cigarettára, nehéz leszokni. Éppen ezért a Magyar Népegészségügynek a feladata, hogy különféle programokkal segítse a leszokást. Komárom-Esztergom megye a férfiak körében a rosszindulatú hörgő és tüdődaganatos megbetegedések között az első, a hölgyek körében pedig a második helyen áll, ami az országos átlagnál magasabb. De ezen kívül még számtalan betegség van, ami a dohányzással hozható összefüggésbe. Magyarországon sajnos még mindig nagyon sokan dohányzunk, ezt támasztják alá a megbetegedéssel és a halálozással kapcsolatos adatok, melyek a dohányfüst károsító hatásaival összefüggésbe hozhatóak. Sajnos Magyarország a világon az első a tüdődaganatos megbetegedésekkel kapcsolatban. Hazánkban évente mintegy 10 000 új tüdődaganatos esetet diagnosztizálnak, illetve mintegy 8 000 fő hal meg tüdődaganat következtében. A nem dohányzók védelmében hozott törvényhez kapcsolódóan idén márciustól fokozottan fognak ellenőrizni a hatóságok. Aki nem tartja be a szabályokat, súlyos bírságra számíthat. 20 és 50 ezer forint közötti bírságra számíthat az, aki tiltott helyen gyújt rá, de a törvény betartásáért felelőssel szemben akár 250 ezer forint bírság is kiszabható. 30 000 forintig pedig a közterület felügyelet is bírságolhat.